No, szevasztok! Üdvözlet! Na, most arra tesszük a dolgokat. Aztán így ide leülünk. Ó, azt a milyen jó itt, milyen jó kitaláltam. Mi ezt a kis dolgot? Vettem a telefonhoz egy telefontokot, és most a telefontokkal van kitámasztva. 3000 forintért. És hát akkor úgy gondoltam, hogy megveszem, mert hát már régóta kellett volna venni egy ilyen tokot, hogy ne karcolódjon a képernyő. Oda néz az új cipőm, milyen jó cipőm van, mi? Milyen vagány. Csak nem akarom összesározni, meg összecseszni, csak aztán pont most lejöttem ide a faházba. Hát játok, azért még új, tehát szép cipő. Lejöttem ide a faházba, azt gondoltam, akkor csinálok egy kis videót. Egyre többen, nem egyre többen, egy pár ember néha-néha azt látom, hogyha valamit kirakok ilyen szavazásra, vagy bármire, ott nagyon sokan ki vannak akadva arra, hogy miért videózom, meg egyébek. A szavazás alapján látom, hogy nem nagyon akarják, hogy videózzak. Az lényegtelen, most nem azzal akarok foglalkozni. Van egy-két ember, amikor úgy néha kommentel valaki, hogy ilyen főzős videókat csinálják, meg egyébeket. Azt tudom mondani erre, hogy egyszer biztos, hogy majd lesz. Tehát ezt nem lehet most összehozni úgy, ahogy mások szeretnék. A vlog videózás az jó. Tehát ülünk és akkor pofázgatunk közben. Ja, itt a vödör is. Annyira rakunk bele egy kis fát, mert az be kell még vinni. Hát most főzős videók nem lesznek. Én nem szoktam amúgy én tervezgetni semmilyen dolgot. De tudom, hogy sokan csinálnak ilyeneket, tehát nem akarok abba a kategóriába belemenni, amit nagyon sokan csinálnak. Mert rengeteg főzős videó van már fönn a YouTube-on. Hát rengeteg olyan ismertebb, nagyobb YouTuber van, aki a főzős videókat csinálja. Én meg, tehát most egyelőre nem csinálok ilyet, nem is tervezek. Mert hát ki tudja, tehát mindig majd valami lesz. Én nem mondom azt, hogy ja, lesz főzős videó, lesz live, meg ilyenek nem lesz. Live nem lesz egyáltalán, mert még mindig nem lehet live-ozni a csatornán, medzeg. Az 1000 feliratkozó már rég megvan, de még mindig nem lehet live-ozni. Nem azért, mert akarok live-ozni, hanem egyszer majd ki akarom próbálni, hogy lehet-e már live-ozni, úgyhogy arra kérek mindenkit, ha azt szeretnétek, hogy legyen majd egy próba live, egy pár másodperces live, vagy egy órás live, akkor legyetek kedvesek még többen feliratkozni, és még több helyen megosztani a csatornámat, és még többen megnézni a videókat, és akkor lesz live, hogyha lehetséges ezt kérni tőletek. Ennyit kérek, mert amúgy nem szoktam kérni, meg nem kérek pénzt, meg nem kérek PayPal támogatást, nem kérek biciklire pénzt, hogy fel tudjam javítani a biciklimet, nem kérek semmit, meg igazából nagyon sokan, így az utcán beszélgettem pár emberrel, és megkérdezte, hogy miért nem kérek pénzt a neten. Mondtam, hogy nem. Tehát minek kérnék? Soha. Még az utcán se kérek senkitől, meg még ismerőstől se, havertól se. Tehát azért gyönyörűen nem fogok. Jó, tudom, volt egy poszt valahol, hogy nem szégyen, ha kérsz, mert hogyha valami olyan fontos dologra kell, akkor kérje. De adjuk már ezt. Hát nem kéregetünk, mert minek? Tehát nem? Tehát minek? Aki kér, az biztos, hogy meg kell, hogy lépje ezt a dolgot, és hogy támogassák őt. Nem azt mondom, hogy nem lenne jó bárkinek a támogatás, de én nem azt mondom, hogy na most akkor engem támogassatok, mert ez meg ez meg az. Azt utána jönne az, hogy hát adtam, küldtünk pénzt, de nem is arra költötted a pénzt, vagy mire költötted a pénzt, meg hova költötted a pénzt, meg egyetet, nem? Aki úgy érzi, hogy támogatni akar mondjuk engem, vagy bárkit, akkor támogatja. Csak akkor utána ne hálendálja fel, hogy ja, hát én küldtem pénzt, nem? Vannak ilyenek. Mondjuk úristen, belegondolok, hogy én kérnék pénzt. Az már túl menne minden, szerintem. Az már nem én lennék, az már nem én vagyok, hanem akkor egy pénzélyes ember lennék. De nem vagyok ilyen, és nem is akarok ilyen lenni. Eleinte így gondolkodtam, hanem most tényleg én is így hülyeségből dobjam be, hát küldj egy kis pénzt, légy szíves nekem, mert adjad már, tehát egyből leszűrnék, hogy te már kéregetsz, tehát te soha nem kértél, ugye? Na, közben itt rakjuk a fát a helyére, közben itt láttam egy kis darabot, valamint ezt a kis darab. Ugye megeszem, jó? Fa, F-vitamin, főbetű, de ahogy a Möster mondaná. Tényleg a Mösternek egyre több videója van fönn. Jaj, gyerekek! Ugye felraktam a videót ezzel a kompa törvénnyel kapcsolatban, elmondtam a véleményemet, de igazából az én véleményem volt. Ha valaki egyetért vele, egyetért vele. Esős idő van, ezért is vagyok itt a faházban, ezért is
videózom, itt azért sem mentem sehová. De sokkal jobb itt lenni, azért itt nyugodtabb, itt azért el vagyok, csend van, nem zavarnak, nem mászkálnak, nem kiabálnak, nem szólnak bele, és itt nyugodtan el vagyok. Igaz, hogy most pont olyan helyen van a kamera, vagyis a telefonom, ahol a fa bármikor lezuhat és ráesett a telefonra és agyon nyomhatja. Tehát nagyon rizikós helyen van az a telefon, de most így oldottam meg, most rakhattam volna az ablakpárkányba, akkor az egész az ajtóra vetünk, tehát akkor az ajtó látszik jobban, ahol bejövök. Ezért jó így. Na, nézzük, hogy itt mik vannak. Hát ez nagyon picike darab. De jó nekem, édes Istenem. Nem, hát egy ilyen dolgok vannak. De tényleg azért azt észrevettem, hogy nagyon sokan szeretnek pénzt kérni. Ami igazából nem az én dolgom, az övék, tehát ha kérni akar, akkor kérjen. Biztos megéri, hogy a kér pénzt. Na mindegy, erről a témáról ennyit tudok mondani. És ezzel kapcsolatban is csak ennyit tudnék hozzáfűzni, mert nem akarok én itt senki felett pálcát törni, mindenki saját maga eldönti, hogy mit szeretne, nem? Ez a mai nap, ez milyen érdekes, hogy esik az első. Tegnap nem esett az eső, tegnap egész jó idő volt, és én azt tudom mondani, hogy ahhoz képest, hogy ilyen van, még elfogadható. Múlt nap kim voltam este, nem tudom, 9 óra környékén, és elég hideg volt. Vagy csak lehet, hogy én nekem volt hideg kint, és fáztam, de írtóra csípős hideg volt. Na mondjuk azt, hogy a csípős hideg az nem jó. Így van? Na ugye. A vödörben itt van a fa. Hú, azt ikám, nem. Na, fadarab. Az esős idő az meg azért nem jó, mert ilyenkor elveszi az ember hangulatát, és nincs kedve semmihez, és úgy semmi erőd nincs. Ugye elmegy a hangulatod, a kedved, energiás sincs arra, hogy azon a napon, amelyiken mondjuk esik, mondjuk pont szerda van, vagy csütörtök van, és esik az eső, akkor pont valamit tervezel, és teljesen az időjárás befolyásolja a hangulatodat. Lehet, hogy ez azért van, mert valaki bemeséli magának, valakit meg tényleg így teljesen leamortizál, átváltoztat. Én nálam is vannak ilyen helyzetek, amikor így rossz kedvem van, rossz hangulatom van, de ez mind az időjárás miatt. Amikor meg jó idő van, kicsit süt a nap, kellemesebb a levegő, akkor meg olyan jó érzésem van, nem mindig, de van, amikor olyan jó kedvem van, hogy ki tudnék ugrani a bőrömből. Az már milyen lenne, nem, hogy kiugrasz a bőrömből. És egy csontváz menne végig az utcán. Na, az kemény lenne szerintem. Na, nézd, figyeld már, hogy látod? Félbevágtam egy fát. Félbevágtam, félbe törtem. Hörkules. Hörkules vagyok. Na, ez ilyen. Mit az? Ez belefér. A sima liba galiba. Sima liba galiba, elhagyott a marika. Tatári, rá. Néztem, hogy GVM most elkezdte ezt a GVM Academy castingot, ahol tehetséges rappereket keres. És hát nem sok ember jutott be, úgy látom, azt hiszem 3 darab embert juttatott be, és el is mondta, hogy azok, akik bejutnak, azoknak ő nagyon nagy segítséget tud adni, azzal, hogy videóklipek, fellépések, minden, amire vágyik egy ember. Aztán így elgondolkodtam, hogy mivel én is jelentkezek. Aztán rájöttem, hogy inkább nem, mivel nincsen stúdió felvételes produkcióm, meg hát olyan szöveget nem írtam, mert azért oda is egy olyan szöveget illik írni, ami azért elfogadható, meg hát valljuk be őszintén, én már azért túlkorosnak számítok a rapben, tehát aki azt mondja, mert volt, aki azt mondta, hogy már ennyi idősen, már ne akarjál sztár lenni, ne akarjál semmi lenni, már tehát hova? Fiatal korban lehet ezt az egészet jól kezdeni. Tizenakárhány évesen befutsz, nagyon jól megy, folyamatosan jól megy. Idősebb korban is hihetetlen jól megy. Nem azt mondom meg, hogy meg tud belőle élni, mert Magyarországon azért lehetetlen. Külföldön azért ott már ilyen két alatt szerintem milliárdos lenne az illető. Bárki, aki oda születik, vagy egyszerűen kimegy Amerikában, vagy bármelyik amerikai országban, vagy részre. Ott azért nagyobb esély van arra, hogy felfedezzék a tehetségedet, vagy a tehetségeteket, vagy bárkinek a tehetségét. És igen. Jó, hát én meg csak azért csinálom ezt az egészet, mert engem szórakoztat, meg jó érzés kiadni magamból az adott
életben átélt fájdalmakat, gyötrelmeket, kicsit így a lelki világomat, hogy az adott dülevezetésnek mondhatnám a repet, mert én megpróbálok direkt csak arról repelni, és csak akkor repelni, amikor úgy érzem, hogy kell. És amikor kell, akkor vagy megírom a szöveget, vagy csak fogom és felveszem felvételre. Mostanában nem készítettem felvételt a gépen, vagyis a gép előtt ülve. Autótyúnos felvételeket is csak a szórakoztatás és a vicc miatt készítek. Tehát aki komolyan veszi a TikTokon lévő videókat, arra nem tudok semmit mondani, nem is akarok. Meg lenne a véleményem rá, de most miért mondjam ki? Nem mondok véleményt, mindenki azt gondol róla, amit akar. Aki komolyan veszi, nem én vagyok a hibás. Tehát észre lehet venni, az én TikTok profilom az teljesen más, mint a 80 millió embernek, aki fenn van a TikTokon, mert mindenki csak tátok. Tehát miért kell tátok? Mi nem tátok, mi kell saját hangodon csinálni valami produkciót. Tehát tűnjél ki a többi közül. Én itt próbálok meg egy kicsivel másabb lenni. Lehet, hogy kicsit megosztó leszek, de ez a lényeg. Megosztó akarok lenni. Azt akarom, hogy mindenki felhúzza magát azon, amit csinálok. Holott én tudom jól, hogy azért csinálom, hogy egy picit piszkáljam az embereket, hogy na, azért is rákattint, és azért is megnéz, és azért is nekem nő, meg azért is többen belájkolják, meg azért is többen követni kezdenek, mert hűha, ez nagyon gonosz, ez milyen videó, meg ilyenek, nem? Tehát a lényeg az, hogy ki akarsz tűnni, akkor csinálj olyat, ami nem a 20 millió, vagy 80 millió embernek ugyanaz a produkciója, mert ha megnézed a TikTokot, mindenki ugyanazt csinálja. A YouTube-on is ugyanaz van, mert majdnem mindenki ugyanazokat a videókat csinálja. Egymástól lesik el, meg külföldiektől csórálnak. Mi van, csórálnak? Ezt most miért mondtam így, ugye? És tényleg ezt csinálják, de hogy miért, azt nem értem. Tehát miért nem talál ki valami olyat, ami saját maga? Tehát én most itt ülök, azt pofázok. És van, amikor valamelyik videót megnézik 100-an, 200-an, 300-an, 400-an, 1000-en, és nem követnek Instagramon több tízezren, százezren, mert nem követnek, pedig követhetne, ha akarna. De hát oda is teszek fel képet, néha felrakok oda egy-két olyan videót, amilyen autótyúros, vagy valami bandarságot, azt ennyi. Tehát aki akar Instagramon, kövessen be, TikTokon, mert megtalálj meg majd a leírásban, bent lesz minden. Ennyire egyszerű. Tehát hogy én nem is értem ezt, hogy TikTokon miért kell komolyan venni azt, amit én csinálok. A szórakoztatás céljából készülnek a dolgok. Tehát nem azért készül, hogy én most direkt szándékkal próbáljam provokálni az embereket, hanem nem. Megosztó akarok lenni. Azt akarom, hogy érdekesnek tartsák, amit csinálok. Hogy mondják azt, hogy paszki, én komolyan vettem, és közben végig viccel a csából. Lehet, hogy az összes videó ilyen, vagy ehhez hasonló is. Próbálok kicsit változtatni. Igen, egy-két olyan dolog van benne, ami rímelget, és ez direkt azért készül. Amikor elkészül, abban a pillanatban fel is töltöm. Tehát a felvétel közben találom ki a szöveget. Nem mindenkinek megy szerintem az, hogy rögtönzésből kitaláljunk valamit, hogy Eper Szilva, mindenki egy büdös csicska, Eper Szilva, mindenki egy büdös csicska. Most például mondtam egy példát erre, de elnézést kérek, senki nem az, tisztelet a kivételnek. Most ez jó van. Ezt most csak a TikToknak gondoltam, hogy lehet ilyet is. Most valamit mondtam, na hát most nem kell itt komolyan venni a dolgokat. De ennyi, tehát ennyi az egész. Ami meg egyszerű, egy szöveget, ha írni akarsz, akkor tök egyszerű. Tehát írhatsz a fáról is, tehát körbeírhatod ezt is. Tehát erről is írhatsz, hogy itt van egy fa. Olyan kemény érzéseid vannak, meg olyan kemény fájdalom ért, mint amilyen kemény ez a fa. Írhatsz bármiről, mit tudjam én ezekről a vonalakról. Egysikúak az érzéseid, vagy ilyen göröngyös az egész életed, mint a fa. Ilyen recés az egész. És olyan sötét a lelked, vagy olyan fakult, és nem tudod hova tenni a lelkedet, mint ez a kéreg, érted? Tehát bármiről lehet szöveget írni. Vagy írhatsz arról, hogy az ablakon át kinézel, és látod, ahogy emberek jönnek, mennek, írhatsz erről a megszúrt egy faág, most hogyan tovább, annyira fáj, gondolok rá, hogy ott már a babám. Például, vagy lehetne ilyet, hogy lécet törtem a lábamon, a lábam meg eltört,
kihívták a mentőt. Na hát, gondoljatok bele, hogy lehet szöveget írni bármilyen. Itt van, egy vödör fával indulok haza. Tudom, hogy ez nem fasza. Na, most mit szórakozunk ilyeneket, komolyan? Jó, tudom, nagyon sokaknak nem megy a szövegírás, nagyon sokan nem tudnak szöveget írni. Ez nem az ő hibájuk, és nem a ti hibátok, nem a te hibád, nem az összes ember hibája, hanem van, aki nem ebben tehetséges, hogy szöveget tudjon írni, nem abban tehetséges, hogy kitaláljon egy nagyon jó ötletes valami videó szövegelést, és elkezdjen szórakoztatni, hanem mindenki másban tehetséges. Valaki iszonyúról tud rajzolni, festeni, körmöt ragasztani, körmöt festeni, hajat csinálni, hajat vágni, öltöztetni, ruhákat gyártani, kritizálni. A legjobb, amikor valaki valami azért a kritizáláshoz. Kritizálni tudnak a legjobban az emberek. Ugye? Tehát mindenki tudja, mindenkit tud kritizálni. Tehát az X-faktorban is valamit látsz, azt kritizálod. Én mondjuk nem nézem, de a YouTube-on folyamatosan töltődnek fel ezek az X-faktor videók, és azért a komment szekciót nézem egy adott illető, ha föltölti a videót, és nézem a komment szekciót, mindenki olyan kritikus, meg jobb kritikus, mint akik az X-faktorban a zsűriben ülnek. Jó, igen, tudjuk, hogy a legtöbbje tehetségkutatóból van, kettő ember. Na de ki? A Gáspár Laci, meg a Puskás Peti. Puskás Petinek ilyen nőies, kellemes hangja van. Ugye? Most adott ki valami dalt az egyik csajszival. Ott mondjuk olyan furcsa az egész, hogy olyan, mint hogyha végig a Petit hallanád. A Puskás Peti hangját hallanád, és a csajt nem. De aztán ki lehet szűrni, második meghallgatásra én is átszűrtem gyorsan, hogy valami nem stimmel, mert nem lehet végig csak a Puskás Peti nőies hangja, mert hát lány is van benne, és akkor másodszorra meghallgattam, és az elején egy-két másodperc múlva már ott érezhető volt, hogy igen, azért itt egy női hangot is lehet hallani. Ennyi. És akkor ilyen könnyű kritizálni, ugye? Meg milyen könnyű mások felett az úgynevezett pálcát eltörni. Minden emberben van hiba, minden ember más. Senki se egyforma. Legyen bármilyen nemzetiségű, bármilyen a bőrszíne, nem ítéljük el, nem bántjuk és nem degradáljuk. Tehát fogadjuk el azt, hogy valakinek másmilyen a bőrszíne, másmilyen nemzetiségű, igaz? Na ugye, tehát el kell fogadni azt, hogy ő más. És azt kell mondani, hogy elférünk, mert nagy ez a földön, elférsz mellette és nem bántod, nem cseszteted, nem szólsz be és nem mondasz fel olyat, amit nem illik. Ezért is kell a tiszteletet megadni, még az ismeretlennek is. Ha ő tisztelettel megszólít, akkor tisztelettel válaszolsz. Az már oly mindegy, hogy ő hogy reagál rád, aztán te hogy reagálsz vissza. Mert van, aki nem úgy reagál, te meg azt mondod, hogy kellemesen reagálsz rá, vagy te reagálsz úgy, ahogy nem kéne. Mindenki maga döntse, de én azt mondom, hogy azért tényleg, tehát el kell fogadni mindent. Aki más, aki olyan, aki ilyen, aki akármilyen, mindenkit szeretni lehet. Mindenkiben megvan a különlegesség, a szerethetőség, az elfogadhatóság. Nem? Tehát ezen kell kattogni, és ezen kell elgondolkodni. Nem így van? Tehát itt nem, most nem kell azon idegeskedni, hogy most ő milyen, meg milyen nem. Jó, tudom. Most én is mondom, de meg kell ismerni az embereket. Ennyi. Ki kell ismerni mindenkit. Lehet, hogyha nem ismered ki jól, vagyis ha ki is ismerted, és mégis elárult, hogy becsapott, azt csak te tudod. Nagyon jó, szevasztok!